A Mecsek Nádasdi német nemzetiségi tűzoltó zenekar térzenével üdvözölte a vendégeket a közösségi ház előtt, majd a magyar és sváb himnusz nyitotta meg a jubileumi ünnepséget. A színpadon fellépett a Szálkai óvoda német nemzetiségi csoportja, a Bonyhádi Krenzlein Néptánc Egyesületi gyermekcsoportja és a Hajósi hagyományőrző sváb énekkar is. A Szálka településnek valamikor a kitelepülés előtt 1500 lakósa volt, és a kitelepítés után 400 főre olvadt a település lakóinak száma, és ezért nagy dolog, hogy a mai napig is a németség őrzi azokat a hagyományokat, amiket valamikor is ápoltak az elmúlt időszakban. Nyilvánvaló ez azért is fontos, hogy megmaradjon a nyelv, megmaradjon a kultúra, és ápolják a múltat. Sajnos az viszont látszik, hogy ha ez a generáció elfogy, akkor nem biztos, hogy lesz, aki hát majd tovább viszi ezeket a nagyon szép ügyeket. Hogy a 30 év az nagyon nagy idő, és azt, hogy azt elmondhatjuk, hogy az énekkar 30 éve alakult meg, hát nem tudom, hogy máshol van-e ilyen, de örülünk neki, hogy itt nálunk van, és ezt a hagyományt tovább ápolják. És a mai rendezvény is hát erről szól, hogy erre 30-as évfordulóról megemlékezzünk. Az igaz, hogy ez tavaly volt, de hát a pandémia miatt nem lehetett tavaly megtartani, így az idén kerül erre sor, és ennek nagyon örülünk, és kívánjuk, hogy még nagyon-nagyon sokáig működjenek, és énekeljenek itt a településen. A Szálkai Német Nemzetiségi Hagyományőrző Énekcsoport fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség alkalmat teremtett a visszatekintésre az elmúlt időszak legszebb eseményeinek felelevenítésére és a jövőbeli tervek és célok megfogalmazására is. Hát a nemzetiségi kórus 1990-ben alakult, ahol a elképzeléssel, hogy még a felelhető szálkai dalokat felevelenítsék, megkeressék, és azt rendszerezve egy kórus formájában elő tudják adni. Most a kórus tulajdonképpen nem csak az énekekkel foglalkozik, hanem a hagyományőrzéssel, és egy tájház vagy tájszoba kialakításával is megpróbáltuk a régi hagyományokat feleleveníteni. A jubileumi ünnepet a Szálkai Német Kórus fellépése zárta, amelyen régi és új dalaikkal örvendeztették meg a közönséget.